Az Európai Baloldal Munkáspárt 2006 delegációja március 7-én találkozott az EBESZ magyarországi választásokat megfigyelő képviselőivel és vezetőjével, és szóvá tették azt, hogy jelöltjüket Kazincbarcikán érvénytelenítették jó néhány ajánlását, miközben, hát menet közben kiderült itt, hogy az embert érhetik meglepetések, kiket is ajánlott ő, tehát hogy elindult nagy üzemben a választási csalássorozat, ezt azért nyugodtan kijelenthetjük. A vonal túlsó végén itt van Vajnai Attila, az Európai Baloldal Munkáspárt 2006 elnöke. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok! Próbáltam utána nézni a hírkeresőben meg mindenütt, hogy mi is történt Kazincbarcikán, de nem találtam. Szóval elmondaná, hogy mi volt az oka, ami miatt a kazincbarcikai választási körzetben induló jelöltjüknek érvénytelenítették az ajánlásait? Nagyon egyszerű a tétel, egy tisztességesen, becsületesen a törvény minden betűjét betartva gyűjtő jelöltünk, Milner György, csaknem 600 aláírást adott le ajánlás formájában az ajánlóíveken, és ebből a 600 aláírásból több mint 10%-ot úgy érvénytelenítettek, szóbeli közlés alapján hangsúlyozom, hogy az adott választópolgárok nem szerepelnek a választói névjegyzékben, az adott körzet választói névjegyzékében. Le lehetett ezt ellenőrizni, hogy valóban nem szerepelnek-e? Hát, akik elvégezték az ellenőrzést, a számítógépes rendszerkezelői, akik nagyon jó indulatú munkatársak alkalmazottak, ugye nem tehettek mást, végigpörgették ezeket az adatokat, és ezeken az híveken megjegyzéseket tettek, a jelöltünk betekinthetett ebbe a folyamatba, megmutatták neki, és én úgy gondolom, hogy ha a véletlenszerűen kiválasztott aláírók, mert hát ez egy közvéleménykutatásnak tekinthető, amikor 2 hét alatt több ezer embert keresnek meg a jelöltek, tehát a véletlenszerűen kiválasztott aláírók közül 10% olyan, aki nem szerepel választói névjegyzékben, ez tulajdonképpen egy afrikai országnak a kategóriája. Tehát, jó. Magyarán, ha jól értem, akkor nem arról volt szó, hogy az önök jelöltje valahonnan a választókörzeten kívülről hozott jelöléseket, nem, hanem nem. Maga a rendszer nem ismer föl a választókörzetben élő választópolgárokat. A személyigazolványban és egyéb dokumentumban szereplő, hivatalos dokumentumban szereplő adatokat átvitték a jelölőívekre, és ezekre az adatokra mondta azt a rendszer 10%-os arányban, hogy nem szerepelnek a választói névjegyzékben, az már csak habatortán, hogy a másik 10%-át az ajánlásoknak azért szórták ki, mert 1-2 betű elütés, hibás írás volt az adatokban, például az anyja neve kategóriában. Mind a 2 kategóriát megkifogásoltuk, nagy sajnálatunkra. Írásban a választási bizottság nem volt hajlandó ezeket az adatokat kommentálni, tehát csak azt mondták, hogy összesen hány ajánlást szórtak ki, de hogy amit látott a jelöltünk, azt nem voltak hajlandók leírni. Végül is akkor Milner úr tud indulni a választáson? Felebeztünk, a legnagyobb megdöbbenésemre nem érkezett most már egy napja semmilyen információ a felebezés sorsáról. Természetesen, ha elutasították a felebezését, akkor megyünk tovább bíróságra. Ugye az EBESZ bizottságát, misszióját tájékoztatók arra, hogy végigbe fogjuk őket vonni, megmutatjuk nekik, hogy hogy működik a rendszer. Különös tekintette arra, hogy a legfontosabb tényezőt az elemzés során nem ellenőrzik, mégpedig azt, hogy az adott állampolgár valójában aláírta az ajánlást. És ugye fölhívtuk a figyelmét az EBESZ missziójának azokra a cikkekre, amelyek megjelentek a magyar internetes sajtóban, de nem csak az internetes sajtóban, amelyek azt mutatják, hogy ipari méretű ment a csalás, tehát másolták az emberek adatait, az ajánlók adatait, és az aláírásokat pedig hamisították. Ez úgy gondolom, hogy alapjaiban kérdőjelezni meg mind az ajánlási rendszer, mint pedig a választási rendszer tisztaságát, és ez veszélyezteti a választási eredmény, egyáltalán a választások tisztaságát. Hát ugye a Nemzeti Választási Iroda arra hivatkozik, hogy ő nem kérheti ki a jelölők adatait. Ki van, ezt találva ez a rendszer, természetesen tudjuk mi, hát ez így működik, tulajdonképpen korábban is ment a csalás, de ilyen mértékben, mint amit most tapasztalunk, ez nem volt. Jó, magyarán ugye a jogszabály azt mondja, hogy egy ember több választáson induló szervezetet vagy annak jelöltjét is jelölheti, innentől kezdve gyakorlatilag valóban elindulhat, hogyha valakinek van egy jó adatbázisa, akkor annyi jelölést gyárthat, amennyit akar? Hát ez történt. Gyakorlatilag ez történt. Csak fölhívom a figyelmet, hogy Nyugat-Európában, Olaszországban például szintén aláírásokat lehet gyűjteni, és mindenki ajánlhat mindenkinek. Tehát fél év alatt, és tulajdonképpen a magyar arányokhoz képest töredékét kell összegyűjteni egy pártnak, hogy induljon. Nem az a lényeg egy választási rendszernek, hogy 100 milliókkal arra ösztönzöm a kamupártokat, hogy elvigyék az állami pénzt, aztán utána soha többet nem látjuk azt viszont, már ugye a közrendszerben. A demokratikus választási rendszernek az a lényege, hogy azok a politikai erők, amelyek érdemi alternatívával rendelkeznek, megszólalhassanak a közvélemény előtt, hogy bemutassák azokat a lehetőségeket, hogy mit lehet másképp csinálni, mint amit az adott kormány, az adott hatalom csinál. Most pont az ellenkezője történik, sokkal több pénzt osztanak ki a kampányra, és gyakorlatilag semmit nem lát a nép, nem jut el hozzájuk az információ, ki indul, miért indul, mit akarnak egyáltalán az országot csinálni. Tehát ez így nem demokratikus, ezt a rendszert gyakorlatilag nem csak a választási rendszert, az egész maffia rendszert, ami kialakult az országban, meg kell változtatni. Mit, anélkül, hogy részletekbe belemennénk, mert nincsen is rá időnk, meg gondolom, hogy ön sem árulhat el mindent, de végül is az EBESZ képviselői hogyan fogadták ezeket az információkat? Élénk érdeklődéssel, azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés, kikerekedett szemekkel, amikor soroltuk, egy órás tárgyalás volt, és hát elképzelhető, mi mindent soroltunk föl. Én úgy gondolom, hogy jó, nagyon jó volt, hogy időben felhívtuk a figyelmüket ezekre a tényekre. Fontos, hogy ezek a tények felmerültek a Nemzeti Választási Bizottság ülésén, és biztos, hogy benne, hogy a riport, amit el fognak készíteni, abban is meg fog jelenni. Meg fognak jelenni ezek a tények, illetve jelenségek, és természetesen mi is a mi pártcsaládunknak, az Európai Parlamentben frakciót adó Európai Baloldal Pártnak is írunk ilyen riportot. Tudniuk kell, az európai közvéleménynek tudnia kell, hogy mi történik Magyarországon. Vajnai Attilát hallották, az Európai Baloldal Munkáspárt 2006 elnökét. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra!